Azt már eddig is tudtuk, hogy Magyarországon nagyon sokak számára egy fizetésből nem lehet normális életszínvonalon megélni. Most úgy tűnik, hogy a helyzet még rosszabbá válik, és most már sehogy sem lehet megélni, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy nagyon sok magyar munkavállaló vállalt másodállást az elmúlt időszakban. A kutatás, amelyre hivatkozok, arról szól, hogy a magyar munkavállalóknak legalább egyharmada kényszerült az infláció miatt másodállást vállalni, a KSH statisztikái pedig arról szólnak, hogy most már lassan 9 hónapja csökken a fizetések vásárló értéke, és 8%-kal rosszabb egy átlag fizetés ilyen tekintetben most, mint egy évvel korábban. Itt közbeszúrnék és élnék a gyanúperrel, és ismerve a KSH statisztikáit, én azért hozzáfűzném, hogy nem biztos, hogy ez a 8%, lehet, hogy még rosszabb a helyzet. Minden esetre az biztos tény, hogy a magyar dolgozók legalább 34%-a kényszerült másodállást vállalni az elmúlt időszakban. Most felteszi-e valaki a kérdést, mármint az illetékesek közül, hogy ez hová vezet? Azt azért szögezzük le, hogy még a rekordmagas infláció korszaka előtt is a heti 40, napi 8 óra munka azért az sok helyen inkább egyfajta ködös mítosz volt, mint valóság, és tudjuk, információkkal rendelkezünk, hogy milyen körülmények között dolgoztak nagyon sok helyen, akár szabálytalan túlórákra is gondolok, úgyhogy feltehetjük tényleg a kérdést, hogy ezek után mikor lesz a másodállásra egyáltalán idejük? Hát nyilván lesz idejük, mert el kell menniük dolgozni, hogy legyen pénzük a megélhetésre, de akkor mennyi időt tudnak otthon tölteni? Mennyi időt tudnak a családjukkal tölteni? Vagy a kormány nem gondolkozik ezen, és tartja magát továbbra is ahhoz a Parrag Lászlói gondolathoz, hogy a magyar munkaerőpiac főerőssége az olcsó munkaerő, amelynek örülnek a multik, és hogyha elvándorolnak ezért a magyarok, az nem is olyan nagy baj, mert majd jönnek helyettük Indiából, Pakisztánból. Csak hogy ez az út egyenesen a katasztrófához vezet, és a Mi Hazánk mozgalom erősen szorgalmazza, hogy végre egy paradigmaváltás induljon el a kormány munkaügyi politikáját illetően. Már eddig is meg kellett volna ezt tenni, de jobb később, mint soha. Ebben partner a Mi Hazánk mozgalom, meg is vannak a javaslataink erre, amelyet azért röviden szeretnék ismertetni, bár nyilván hosszasan lehetne beszélni, de 3 pontról szól. Az állami cégeknél úgy lehetne fizetésemelést elérni, hogy a bürokráciát, a nagy vízfejeket csökkentenénk, komoly átszervezésekkel lehetne forrásokat felszabadítani. A multik esetében politikai akaratra lenne szükség, hogy fokozatosan rábírjuk őket arra, hogy emeljék a fizetéseket, hiszen ott arra lenne forrás. A magyar KKV szektort illetően pedig egy új magyar érdekű adópolitikára van szükség, hogy ki tudják termelni a béremeléseket, és ezt csak mint egy zárójeles megjegyzésként mondom így a végére, hogy az infláció elleni küzdelemnek hát nem hiszem, hogy a legjobb eszköze a kommunizmusra emlékeztető ástop, mert hogy ez nem csökkentette, hanem éppen, hogy növelte az inflációt.